Szevasztok, edzői update. Ígértem, hogy fogok jönni ilyennel. Volt két kinevezés head coach pozícióba, úgyhogy hát már érett, de nem velük fogok foglalkozni most. Hiába van Sean Paytonnak, meg az új csapata cserével, több szereplős történet, és hiába van DeMeco Ryansnek is immár kispad a segge alatt. Amíg nem alakul ki a komplet stáb körülöttük, addig szerintem ráérünk foglalkozni egész pontosan azokkal. Tudom, hogy Frank bácsiról kitettem, úgyhogy nem tudtam, hogy hogyan is lesz a védekezés. Azóta már Holcombot elküldte egyébként. De az ugye nagyon friss volt, aztán ott belelkesedtem, hogy akkor egyből legyen egy sürgősségi, nem kell annyira kapkodni. Koordinátori kinevezések közül jelenleg négyet tudok, és ott viszont készen van a stáb nagyjából körülötte, úgyhogy tudunk csapat komplet edzői stábjáról beszélgetni, hogy hova idomulnak be. Ezeken fogok most végigfutni, aztán hát ki tudja, hogy majd, hogyha jön még egy ilyen nagyobb adag kinevezés, egymásra épülnek, ugye ezek a dominó elkezd dőlni, akkor egyre gyorsabban jön a vége valószínűleg. Főleg úgy, hogy már Super Bowl-t is lejátszák lassan, akkor ugye nem marad már kire várni. Úgyhogy lehet, hogy ezek most sűrűsödnek, egyelőre ennyinél tartunk. Gyorsan végezni fogok itt rögtön az első névvel, ugyanis hát nem sok mindent tudok elmondani Ryan Nielsennek a tevékenységéről. Ő lett a Falconsnak az új védelmi koordinátora. Eddig a Saintsnél dolgozott, védőfal edzőként, illetve segéd főedzői pozíciót is adtak neki, vagy segéd defense koordinátor egész pontosan Dennis Allen alatt. Szóval nincs neki védőkoordinátori múltja NFL szinten. Eleve egy fiatalabb manusról van szó. Őt választották Dean Pease-nek az utódjának, aki ugye visszavonult a Falcons védelem éléről. Ez nem annyira vonzó pozíció, ugye Falcons defense nincs tele tehetségekkel, és hát eleve a csapat sem a rájátszásért néz ki, hogy nagyon harcban lenne, hogy átépítés folyik. Viszont egy fiatal gárdáról van szó, türelem az lesz minden bizonnyal. Vezető edzőnek, Arthur Smithnek jelen tudásunk szerint az egy aránylag stabil a pozíciója, szóval nem fognak mindenkit kisöpörni valószínűleg a következő egy évben, szóval ezért mondhatta azt Ryan Nielsen, hogy mehet. Hát főleg azért, mert más nem hívta, ugye, és hát ugye ambíciói megvannak. LSU védelmi koordinátori pozíciót elutasította, de hát az NFL-ben szívesen csinálja a védőkoordinációt. Falcons szempontjából egy legrégebbi trükk, hogy kit nevezzenek ki, hát a legnagyobb riválissal, hogy lehetne kiszúrni, ugye, onnan valaki jöjjön. Ezt azért már rengetegszer láttuk, AFC keletben nagyon nagy divatja volt ugye az elmúlt két évtizedben. Most ők is ehhez nyúltak vissza. Nyilván fölösleges ide a találgatásokba belemenni, hogy Nielsen milyen rendszert akar, mennyire akarja saját képére formálni. Nyilván volt a North Carolina State-nél már ilyen hasonló beosztásban, de az ottani játékos anyag, meg a játékos keret kialakítása az nem igazán hasonlít arra, mint ami az NFL-ben van. Lényeg az, hogy fiatal játékosok vannak, tehetséges, top 100-as tehetségek azért vannak, Troy Andersen, Ebiketi, tavaly előttről még ugye Richie Grant is ilyennek számít, szóval ott vannak azért játékosok, akikből elvileg sokat ki lehet majd hozni. Ez az ő feladata lesz, meg ugye pozíciós edzőké, akiket nem nagyon babráltak egyébként. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy korrekt megoldás azért, amit New Orleansban védelem címszó alatt az elmúlt években előadtak, azért az jó volt. Úgyhogy ezt majd megnézik közelről, hogy Nielsen mennyit is ad hozzá, de mondom, tehát itt pusztán az életrajzot tudom elolvasni. Úgyhogy abból meg nem derül ki, mekkora vezér a csóka. Egyébként azt láttam, játékosként defensív tekül volt. Hát ahhoz képest fogyott eléggé. Nem gondoltam volna, de védőfal specialista. Hát Grady Jarrett már benne van a korban, ugye, úgyhogy meg kell találni majd a következő húzó neveket. Azt sejtettük, hogy Atlantában nem a legnagyobb nevet tudják majd elvinni. Ilyenkor mi a teendő? Hát valami feltörekvő manust. Úgyhogy ez így megvan. Elvégezték a feladatot. Lépjünk tovább ezen.
A másik, amelyik aránylag gyorsan megvan, nem kell túlbeszélni, az a Rams kinevezése, ugyanis offenzív koordinátor pozícióba Mike LaFleur csatlakozik. Ugye Jets-től elküldtek, hát te voltál hibás, Mike. Hát miattad nem ment az offenz, és McVay befogadta. Ugye vele közvetlenül nem dolgoztak együtt, de hát a bátyjával igen. Mindannyian tudjuk, hogy két fa az egymás mellett van, úgyhogy hát hasonló elvek mentén épülgetett mind a 2-3-4 csapat, amelyiknek köze van ugye ezekhez a fickókhoz. Én azt gondolom, hogy ez a Ramsnek jó döntés. Ifjú LaFleur személyében hát nem ő is jól jár, bár McVay nyilván hívja a pléjeket továbbra is, tehát a LaFleur csak ott lesz, de jól fog mutatni a rezuméban, és neki ez egy nagy dobbantási lehetőség újra. Miután a Jetsnél, hát mondhatjuk, hogy megégett, mert hát nem hozta ki Zach Wilsonból a maximumot. Ha ez a maximum, akkor meg, akkor is te buktál meg, szóval te hibád így is, úgy is, ráfogták. Szerintem nem biztos, hogy az ő hibája, de megértem, hogy miért kell egyet visszalépnie, hogy aztán lépessen kettőt előre. Most ez az év, ez valószínűleg egy év, mert Ramsnél mindig egy évre kalkulálnak az offenzív koordinátorokkal, meg ugye legtöbb pozícióval egyébként. Úgyhogy ez így jó együttműködés lesz, beszélik egymás nyelvét, alá tud dolgozni McVay-nek megfelelően, én azt gondolom, hogy a bizalom is meg lesz, pusztán a vezetéknév miatt, és újra életképesebb lesz majd a támadójáték, nyilván, hogyha mindenki meggyógyul. És akkor meg a LaFleur is újra be tud kerülni majd a körforgásba, aztán lehet, hogy jövőre meg majd előre léptetik. Minden esetre itt egyszerűbb dolga lesz sokkal, mint a Jetsnél volt, de én még tovább is egy potenciális feltörekvő manusnak könyvelem el, ez a bukás, ez nem húzza át a korábbiakat, de nyilván ez azért szól elsősorban annak, hogy LaFleur a neve. Hogyha nem az lenne, akkor most nyilván kevésbé lenne ez egy nagy nevű igazolás, vagy egy nagy horderejű dolog. Ráadásul ugye a Jetsnél hát senki nem garantálja, hogy Hackett majd jobb munkát végez, mint LaFleur, nem feltétlenül a jelenlegi állomás helyén, hanem a korábbihoz képest is, hát sok mindennel össze lehet hasonlítani. Nagyon bűnbak szaga van ennek, de hát majd a Hackett majd felfejleszti, ugye, hát milyen jó volt koordinátornak. Na majd megnézzük, alig várod már. Sokkal nagyobb hír volt, hogy Vic Fangio talált magának munkát, és újra védelmi koordinátorként ezúttal Miami-be szerződik, ahol McDanielnek a stábját fogja védelemben vezetni. Vic Fangio nyilván egy rutinos, az egyik legidősebb szakember ebben a felhozatalban, de egyértelmű, hogyha van kedve dolgozni, akkor benne van a 32 legalkalmasabb ember között, hogy NFL csapatot védelmi szinten koordináljon, szóval nem is volt kérdés, hogy ha akar, akkor valahova ő le fog tudni ülni. Nyilván nem sok pozíció ürül meg évről évre, de ez most olyan volt, amihez adta a nevét. Na most itt sematikusan azért biztosan lesznek változások, mert bár hát minden öreg kutya tud új trükköket tanulni, azért hát ebben a korban már elkönyvelhetjük, hogy a Fangio rendszer az Fangio-nál is valószínűleg visszatér majd a pályára. Márpedig ez a Dolphins az elég messze volt attól, az egyik legmesszebb, ugye, mert hát ugye még a Flores alakította ki Boyerrel, akik a Belichick féle elképzeléseket vitték tovább rengeteg emberezéssel, liga szinten top 3, és ugye Boyert megtartotta meg Daniel az előző évre, nem szerepelt jól Dolphins D. Fangio pedig a, tartsuk az ellenfelet magunk előtt jellegű védekezésben hisz, ugye, nagyon sok ember menjen hátra, aztán ne engedjed, hogy a hátad mögé bedobálják, szóval az egészen más majd, akár a zónázási százalékokat, hogyha elővesszük, hát az a számegyenes két részén van, ami így előjöhet, így meg érdekes lesz, hogy ebből a Dolphins mit hoz ki, rosszabb nem lehet,
annál, mint amit az előző évben láttunk. A Flores időszakban persze nagyon kemény volt a defense, meg állandóan elvették a labdát, ugye, meg a pontot is elvették, de tavaly ez már nem történt meg, ennek van személyzetbeli oka is, de nyilván azért a edzőbácsit is megkérdezték, hogy ez most hogy van. És a Dolphinsnak a jelenlegi játékos kerete az olyan, hogy ezért a védőfal az tele van, bőségesen vannak játékosok, nem csak a kezdő pozícióban, hanem akik a padról jönnek be, azok is minőséget képviselnek, úgyhogy ott két sor az tele van, tehát azzal nincs probléma. És ugye Bradley Chubb például, hát újra együtt dolgozhat korábbi denveri emberrel. Viszont a linebacker sorban Roberts és Baker nem a leggyorsabbak, ugye, különösen nekik, ugye, főleg ugye Robertsnek van kötődése Floreshez, meg a Belichick fához. Linebackert nehéz normális játékos találni, ugye, akit nem égetnek meg, szóval oda azért lehet, hogy lesz variálás. Keresnek új ember, muszáj keresni, ugye? De sokkal izgalmasabb, hogy a secondary-ben mi lesz. Mert ugye Byron Jones nem játszott sem ennyit az előző idényben, és egy másodpercre szóba sem került, hogy ő felépülne akár a szezon végére, úgyhogy az aggasztó, már azért ő is. Hát defensive back is 30 év körül van, átlépte már, úgyhogy az hát mindig érdekes, hogy sérülés után ráadásul hogy jön vissza. Xavier Howard is átlépte, leginkább emberező cornereknek az egyike, úgyhogy ebben izgalmas dolog lesz, hogy hogyan egyeznek meg a mesterrel. Jó, nyilván mindenki védekezik mindent, ezzel tisztában vagyok, de azért Howard nem fél szólni, hogyha szerinte nem jó az, ami a pályán történik, esetleg benne lehet egy csere, bár ő minden évben átvariálja a szerződését, úgyhogy ki tudja, hogy az mennyire zavar majd be. De hát itt ezeknél a koordinátorváltásoknál ugye az első dolog, ami legfontosabb, hogy lehet-e rosszabb az előzőnél, nem lehet rosszabb, tehát most nem lehet úgy hozzányúlni ehhez a csapatrészhez, hogy jelentősen visszábessenek. Mert már voltak jobb mérkőzéseik, amik megbonyolítják alapvetően a nyers adatokat, meg a coverage számokat is, de hát azért nagyon nem félt senki, amikor ugye Dolphins ellen kellett védekezni. Jó, nyilván voltak ilyen elborult blitz csomagok, amikből rengeteg nullás blitzből ugye tudtak zavart okozni, hogyha jó volt a matchup éppen, de hát alapvetően lehetett ellenük haladni. Úgyhogy innen könnyű előrelépni. Most Fangio azt gondolom, hogy maximális szabadságot fog kapni McDanieltől, kisunokájától ránézésre, és akkor ő úgy vele el van, csinálja a defense-t, és McDaniel meg csinálja a többit. Ez így teljesen rendben van, működőképes koncepciónak néz ki, mint ahogy annak idején a Sean McVay meg a Wade Phillips is ezt elosztotta egymás között. És akkor Dolphinsnál szerintem várható az előrelépés, de ehhez játékos anyaghoz is hozzá kellene nyúlni. Draft pick az nem igen van, ugye? És szerződtetni külső embert, meg hát ilyen olcsó megoldásokkal lehetne. És akkor bízva benne, hogy a rendszer ismeret az majd segít. Ilyen emberek között rengeteg van egyébként. Még hogyha a szupersztárok nem szaladgálnak majd a szabad piacon, de hasznos kiegészítőket, vagy hasznos alsó kategóriás kezdőket lehet találni minden egyes csapat részbe, és minden egyes rendszerbe, ami éppen szükség van. Én azt gondolom, hogy Fangioért azért sokan bejelentkeztek, és így, hogy a Dolphins íratta alá, így boldogok lehetnek tőle. És akkor a legnagyobb durranás itt az elején a koordinátori kinevezéseknek, ugye Kellen Moore volt. És Kellen Moore-t elbocsátott a Cowboys, és rögtön utána aláíratta a Chargers. Továbbra is, mint offensive koordinátor, nem lett vezetőedző, de tavaly is rengeteg interjúra járt, idén nem nagyon járt már. Viszont meglepett, hogy a Cowboysnál azt mondták ki, hogy Kellen, te hibád. Hogy ez a csapat ez megint itt ragadt, és hát tény az, hogy nem csináltak sok pontot a playoff mérkőzésen, de hát nyilván a Prescott-tól nem lehet megszabadulni, hát akkor Kellen, te vagy a hibás, te hívtad be rossz játékokat, miattad dobta rosszul a deck. Úgyhogy neked kell menni. Dallasban ilyen önkényuralmi rendszer van, ugye? Jerry bátyámnak hát nehezen mondják el, hogy
mi is történt, ugye. Nem mondják el azt, hogy nyertek vagy vesztettek, de az a baj, látja. És akkor hát egy felelőst keresni kell. Hát McCarthy nyilván nem azt mondja, hogy hát rajta ment el. McCarthy megtartja a pozícióját, és ő fogja hívni a pléjeket. Így magyarázta el Jerry Jonesnak, hogy figyelj már Jerry, hát most már megint elment ez a szezon, de átveszem akkor a play callingot, na hát ha már ennyire akarjátok, akkor majd én. Milyen jó hívtad a Green Bay-nél is, hát köszi. Úgyhogy majd ő csinálja, látszat megoldásnak tűnik nekem, parasztvakítás ugye, de hát ez már csak így szokott menni. Mindig van, amivel megmagyarázzák, hogy miért jó az, ami eddig volt, aztán csak kicsit kell változtatni. És ez egy olyan radikális változás, ugye egy Kellen Moore-t kirúgták. És hát most az, hogy ki lesz az offenzív koordinátor, az már így másodlagos, hogy a McCarthy megmondta, hogy ő hívja a playeket. De hát még a következő az lesz, most akkor elmondom a jövőt, hogy esetleg lesz egy besüppedés majd a Cowboys következő szezonjában, és ott meg majd McCarthy azt mondja, hogy figyelj már Jerry, most ez nem volt jó, most kevés pontot csináltunk aránylag, elmentek a mérkőzések, de hát egy akkora smaragdot találtam itt az edzőistában, átadom a play callingot. Ó, az lesz, átadom, és akkor majd most, innentől igen jó lesz, és majd ez az új csávó fogja hívni, eddig segédedző volt, de én is jó hívtam, de ő majd még jobban hívja a playeket, olyanokat kitalál, majd elájulsz rájátszásba, és jó van akkor, máig, akkor ez lesz. Úgyhogy majd valakit kineveznek, meg ki is neveztek offenzív koordinátornak, mindegy, de McCarthy hívja majd a csoda playeket. Hát ezzel kapcsolatban kevesen bizakodnak, de a Jones család bizakodik. Úgyhogy mi is azt majd így szépen megvárjuk. Én szerintem Kellen Moore nem rossz offenzív koordinátor. Hát eleve ugye számuk neki kedveznek, mert hát a Cowboys a regnálás alatt valami nagyon-nagyon top 3 volt, hogyha az összes évet egymás mellé rakjuk. Nyilván az nem számít, amikor Prescott hosszú távon sérült volt, hanem ugye az elmúlt években, az elmúlt 2 évben például. Nyilván ebbe belejátszik az, hogy az alsóházi csapatokat megverték 60-nal, de hát ez is csak azt mutatja, hogy Kellen Moore-nak kell, hogy helye legyen valamelyik oldalvonalnál, mert az, hogy a legjobb 32 elérhetőben benne van, az nyilván, de lehet, hogy a legjobb 16-ba is benne van, sőt, már 10-be. És akkor nagyjából itt vagyunk már. Chargersnél ráadásul hát nagyobb szabadságot kaphat, ugye, bár Staley hát beleszól mindenbe, de azért mégiscsak Staley-t inkább azért vitték oda, hogy a védelemmel foglalkozzon. De hát szerintem ezzel a Cowboys lehet, hogy visszalép. Lehet. Hát figyelj, jó indulatú vagyok. Most ezeknél a szakembereknél akár head coachot mondhatnám, de koordinátor biztos. Azért nem lehet azt várni, hogy valaki egyfajta tudással bírt, és akkor úgy is marad, mert itt bármikor bárki bekapcsolhat egyet, és onnantól kezdve meg megváltoztatja filozófiáját, hozzáállását, agresszivitását, és akkor lehet, hogy a következő évben meg egy tök más pali megy ki. Tehát lehet, hogy a McCarthy a következő évben ott lesz a legjobb play callerek között. Hiszen ez egy olyan pozíció, ahol felkészüléssel, frissítéssel, lopkodással azért fel lehet hozni magadat aránylag magas szintre, nem olyan, mint a játékos, ugye, aki már nem nagyon lesz nagyobb, meg gyorsabb, meg erősebb, ahogy megy az idő egy bizonyos pont után. Az edző az meg tud újulni 30, 40, 50, 60 évesen is, hogyha éppen arról van szó, szóval ezek eléggé nehezen behatárolható dolgok, hogy most kitől mit várjunk ugye alapvetően, de szerintem az a papírforma, hogy McCarthy a nagyon sokkal jobb offenszt nem tud elővezetni, mint amit Kellen Moore összerakott. De hát itt nem is az a lényeg, hogy most az alapszakaszban hanyadikak lesznek így totál offenszben nyilván, hanem hogy a play-offban mi lesz. Azt meg azért sok minden más is befolyásolja, de én ezt egy visszalépésnek élem meg, és áldozati bárányként tekintek Kellen Moore-ra, aki egyébként annyira nem bánja valószínűleg, mert nem került rossz helyre. És ezzel, amit az előbb elmondtam, hogy itt a megújulási lehetőségeket, hát akár a Joe Lombardival is megtörténhetett volna,
hogy valami mást kezd el játszatni a Chargers-ben, mint amit korábbiakban, vagy amit a Saints-ben csinált, vagy amit a Lions-ban, amit hát egyébként utáltunk nézni, de hát azért a futball filozófián azért a nagymester azért nehezen változtat, nehezen látja be, hogy ez nem jó, valaki mindig más a hibás. Szóval Lombardi előző két éve alapján szerintem a kirúgás az jogos, az elvárható szintet azt nem ugrotta meg a Chargers, tehát az, hogy korrekt egy támadó játék, az nem erény, hogyha a bajnoki címért mész. Hogyha átveszed a 1/6-os, vagy 1/5-ös, vagy hogy volt a Chargers annak idején, amikor a Herbit kiválasztották, azt hiszem 1/6-os. Átveszed az 1/6-os csapatot, és akkor itt csinálsz egy ilyen középszerű offenszt. Há jó, fiú, hát az nem olyan rossz, ugye? De hát itt arról volt szó, hogy akkor a gyűrű az jön, vagy nem jön már, és miért nem? Szóval itt a bajnoki címért mész, ahhoz ez méltatlanul gyenge volt. Én megint visszamegyek oda, lehet-e rosszabb ennél? Nem lehet. Kellen Moore oda megy kizárt, hogy rosszabb legyen az offense, hogyha nem jön a sérülés bogár. Tudom, hogy mindig jön, de hát ha majd most nem jön. Nyilván mindannyian tudjuk, mi a legnagyobb feladata Kellen Moore-nak, az az, hogy agresszivitást kicsalja valahogy Justin Herbertből, és szerintem erre ő alkalmas. Mint ahogy O'Connell edző is aránylag ezt jól megoldott a Cousinsból, aki egy másik ilyen konzervatív quarterbacknek számít, aki azért szereti maga mellé dobni a labdát. Derek Carr is szereti maga mellé dobni. Gruden kioszta belőle az állatot. Cousinsból hát a playoff meccs nem úgy sikerült a végén, ugye, de alapvetően megvolt a passzmélység. Ugyanezt meg lehet csinálni valószínűleg a Herbert-tel is. Mert még hogyha úgy is néz ki, hogy Herbert egyébként annak ellenére, hogy Adonis, hát ő is szereti azért a biztosat megdobni. Most az nem volt így előttem, de volt ugye a jó éve Oregonban, az utolsó előtti, amikor így felhívta magára a figyelmet, hogy 1/1 várományos, és akkor is aránylag konzervatívan focizott. Ja, mondjuk az ottani edzőknek alapvetően csak légycsapóval az elverés járna azzal kapcsolatban, hogy az offense-t futtatták, borzadály volt, és abban, hogy hát az utolsó évben a Herbie se tetszett nekem, kivéve amikor másodosztályúak ellen focizott, hát akkor látszolott, hogy jó játékos. De hát alapvetően úgy néz ki, hogy azért Herbertnek se kell kétszer mondani, hogy csak úgy óvatosan, hogy ne legyen labdaeladás, és hát ezen változtatni kell. Kellen Moore ezért megy oda, és biztos vagyok benne, hogy megoldja majd. Azért neki a háttere az nagyon impresszív, ha már így elmondtam, hogy a Cowboys milyen magasságokban volt, ami az offense-t illeti. Cooper Rush-sal jöttek a győzelmek, szóval, ami quarterback se kellett hozzá, és hát persze micsoda játékos állomány, ugye? Jó, értem, de egyébként öregedő támadófalról van szó, beépítettek fiatal játékosokat, ez nyilván a faledzőnek a dolga elsősorban, de ettől még így volt, és attól, hogy Cedric Wilson vagy a Dalton Schultz kiválóan menetelt a rendszerében, hát ők azért senkikként érkeztek meg a pályára, és lettek valakik. Szóval ez is azért a Kellen Moore-nak mindenképpen van valami köze hozzá. Szóval kell, hogy ez a Chargers előre lépjen vele, buszáj. És akkor még támadófalban ugye Slater visszatér a pályára valószínűleg. Sawyert valahol el kell pakolgatni, senki nem garantálja, hogy aki left tackle-ben korrekt, az máshol is korrekt lesz, de vannak nevek, akiket lehet tologatni, akikkel lehet támadófalat csinálni, lehet időt biztosítani akkor Herbertnek, hogy ne 4 yardra passzoljon mindig. Azt láttuk, amikor Pollardot használta, hogy egy ilyenfajta manust, mint Eckler nyerőhelyzetbe tud hozni, és akkor várjuk, hogy a general manager meg valahogy szervezzen némi sebességet az elkapó sorba, ahhoz szerintem olyan nagy ész nem kell, és az ilyen fickókat azért meg lehet találni akár a draft második napján, ne agyisten a harmadik napján, úgyhogy ha ezt nem tudják megoldani, hogy Kellen Moore-nak legyenek még ilyen sakbábúi, akkor meg mondjanak le. Tehát ez nem nehéz feladat. Herbert köré offense csinálni, azt gondolnám, nem olyan marha nehéz. Tehát azért rosszabb játékosok körött is van normális támadó játék. Nyilván Herbert drága ügynöke, szívesen járulnak kasszához, mert neki pont úgy jön ki, hogy
Most itt a lehetőség 3 év eltelt, 3 millió dollárt keresett idén, hogyha jól számolom, azelőtt meg 1-et, szóval ennél lehet kicsit több kéne majd, de ez nem írja át nagyon a könyveket 2023-ra, szóval lehet erősíteni. És hogyha ezt megteszik, akkor egy sokkal rátermettebb figura fogja megrajzolni a playbookot. Ami eddig volt, azt nagyon remélem, hogy megsemmisítik örökre, és soha a szemem elé ne kerüljön. És onnantól kezdve pedig akkor Chargers-től is várhatunk esetleg olyan alkalmakat, hogy meglepnek bennünket egy-egy mérkőzésen. Nem azzal, hogy hú, már megint milyen durván konzervatíva, hanem hogy kinyílik a playbook. Mert ezt azért Kellen Moore-tól nem lehet elvenni, ezért mindig igyekezett frissíteni rajta, és nem engedni az ellenfelet, hogy kiismerhető legyen a csapata. Nyilván, amikor a Prescott elrontotta a mérkőzéseket, amikor valami hibázik, valaki kiesik, akkor ezért a Prescott arra nehezen reagál jól. Ebben talán a Herbert előrébb tart, hogy jobban tudja, milyen az égőházban focizni. Szóval ez egy csodálatos egymásra találás lehet azért. Kellen Moore 34 éves, szóval ő még azért biztosan lesz jobb. Tehát rutinja van már, de hát azért lesz még ennél több is, úgyhogy lehet, hogy még messze van a teteje annak, amit tőle láttunk. Nem véletlen hívták többször is vezetőedzői interjúra. Úgyhogy Chargers hype. 2023 elkezdődött. Február van, Chargers hype elindul, hova fogunk jutni augusztusban, gondolj bele. Szeptemberi első meccsüket megnyerik, fú, fiúk, hát biztos a gyűrű. Ez lesz megint, már látom, én is ezt fogom mondani, fú, ez a Chargers, tehát most nagyot fog előrelépni. Lehet még jókat is igazolnak majd. Egész normális draft, minden készen áll a csónak, meggyógyul a Joey Bosa meg a JC Jackson. Nem mondjuk tovább. Over-under 16 meccs győzelem lesz itt a Chargersnél. Hát most megtették az első lépést hozzá. Indul a hype, majd próbálom magamat visszafogni, hogy ne így gondoljak rájuk, de hát nem fog sikerülni. Mindannyian bajnok esélyesek közé, majd jól besoroljuk őket. Hát most is, micsoda igazolás, ugye. Bezeg a Cowboys. Egyelőre ennyit láttam, úgyhogy most itt ezt berekeztem. Hétvégén lehet, hogy már akkor jelentkezik a második vezetőedzői adással, meg a harmadikkal, hogyha találnak még stábtagokat, Colcnak még nincs. Mi csak interjúztatunk, de hát előbb-utóbb. Valakit muszáj lesz kinevezni, hát rettegek, megmondom neked, mert a Cardinalsnak sincs egyelőre, de ott új general manager van, ott még értem a késlekedést. Úgyhogy azzal jövök a hétvégén. FCS összefoglalót azt kitettem tegnap, nézzétek meg, hogyha érdekel, és lemaradtatok, aztán abban meg bízom, hogy akár hetente tudok majd jönni új résszel most, hogy hát NFL nem nagyon van. Pro Bowl-t azt nagyon várom, hogy hát nyilván ti is, de azon kívül nem nagyon van. És akkor így ezzel elszórakoztatom magamat, úgyhogy ezek lesznek itt a hétköznapokban, még a Super Bowl-ig. Aztán a Super Bowl után meg majd rátérek, hogy a tényleges holt szezonban mi várható a csatornán. Várlak titeket akkor a folytatásra, és köszönöm mindenkinek a türelmet, meg hogy itt voltatok, és külön köszönöm mindenkinek, aki támogatja a csatornát, patreon.com-on rendkívül hálás vagyok. Feliratkozással nem maradsz le további tartalmakról sem, néhány napon belül jövök a következővel. Szevasztok!